Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a Lólépésben, Sakmagazinban. Én Gunyac Zoltán műsorvezető vagyok, és szeretném a kedves nézőket tudósítani 2019 év végének és 2020 év elejének a sakbeli történéseiről. Az NB2-ben nem került sor újabb forduló lebonyolítására, februárban lesz a következő forduló az NB2-ben, úgyhogy a helyzet változatlan. A bajnokságot a a szlovák, román és ukrán mesterekkel megerősített szírma Besenyő vezeti, mögöttük második helyen áll mindössze három pont lemaradással az NVSC, viszont az NVSC egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, tehát az NVSC joggal a bajnoki cím várományosa, és ezt annál is inkább mondhatom, mivel az NVSC a szírma besenyőt 7,5-4,5 arányban tudta korábban legyőzni, és az NVSC-nek ez volt a leggyengébb eredménye, a többi mérkőzése jóval nagyobb ö, gólarányjal nyert. Tehát az MB2-ben a bajnoki cím ö, leendő tulajdonosa lesz az NVSC, jelenleg a megyénk második legerősebb csapata, a Nyíregyházi Egyetem ese a kiváló ötödik helyen áll, mindössze 15 ponttal szerzett kevesebbet, mint az NVSC, és tizedik helyen áll, tehát nem utolsó helyen áll a Tiszavasvári régi rutinos csapata. 2019. decemberében rendezte meg a Megyei Sakszövetség a megyei egyéni bajnokságokat. A rendes, tehát a hosszú gondolkodás idejű a rendes partikban játszott megyei egyéni bajnokságot, minden évben megrendezésre kerül a rapid sak bajnokság is, tehát ez a rövidített gondolkodás idő, és az egészen minimális gondolkodás idővel játszott villámsak bajnokság is. A villámsakban már gyorsabban jár a sakkozó keze, mint az ökölvívóknak a ringben, hiszen az egész partiban három perc gondolkodás idő áll egy-egy játékosnak a rende, és a digitális sakkóra minden szabályosan megtett lépés után kettő másodperc bónuszidőt ad a sakkozóknak. 2018-ban a megyei bajnok megyénk legeredményesebb, legjobb ifjúsági játékosa volt, Varga Marcell, és az idei évben pedig őrségváltás történt. Az nvsc egy fiatal játékosa, a 22 éves Vacsirja Andris 2019 évben elérte a Fidemesteri címet, és meg kell, hogy mondjam, András brutálisan jó játékos. A megelőző évben például megnyerte a nyírségi torna mesteri csoportját is, és ezt követően szerezte meg a Sakvilág Szövetsége által adományozott Fidemesteri címet. Nos, nagyon izgalmas hajrában a megyei egyéni bajnokságon Vacsiri Andris lett a bajnok. A második helyre a Nyíregyházi Egyetem egy igen ügyes, már talán elcsépelt szó lenne azt mondani, hogy tehetséges, ifjú titánja, Tó Tibor érkezett be. Tibiről már sokszor beszéltem az adásban, egy nagyon tehetséges fiatal játékos, aki ha tudná tartósítani a formáját, rövid időn belül elérhetné a mesteri címet a harmadik helyen egy többes holtverseny alakult ki, a különböző holtversenyt eldöntő tényezők, Buholc, Berger, Progresszív közül, a, a, ha jól emlékszem, a Berger kedvezett megyénk egyik másik mesterének, a Nyíregyházi Egyetem Fide mesterének Orsó Jánosnak, aki már nem annyira fiatal, előző adásunkban mutattam is be egy nagyszerű partiját, János nyugdíjas mérnökember, aki emellett sakmester, ugyanakkor a táblán igen fiatal ifjú lendülettel harcol. És őt követte a holtversenyes pontosok közül a fiatal Varga Marcel, aki a megelőző évben a bajnok volt. Marcelnek ezúttal nem sikerült a bajnoki címet megismételni. Mi történt a további bajnokságokban? A rapidság bajnokság, hogy csökkentsük a gondolkodási időt és számoljunk be a történésekről, a Rapidszak bajnokságban nem azt mondom, hogy váratlanul, Vacsilia mester igazolta a tudását, Vacsília András, az NVSC fide mestere a rapidszakban is ö, diadalmaskodni tudott, elhódította a megyei bajnoki címet. Második helyre szorult meglepetésre Varga Péter nemzetközi mester, és harmadik helyre pedig fia, a legmagasabb értékszámú, már 2200-as értékszámat elérő Varga Marcel ö, futott be. A Snell bajnokságban Varga Péter, nemzetközi mester, korábban állandó műsorvezető társam igazolta klasszis tudását, megnyerte a villámsak bajnokságot, második helyre az említett igen ügyes tehetséges Tóth Tibor futott be, harmadik helyre pedig Vacsélia Andris érkezett be. A bajnokságban tehát két bajnoki címet és egy bronzérmet kasszírozott az NVSC-nek a fiatal újdonsult fidemestere Vacsili Andris, és igen jól szerepelt, két ezüstérmet szerzett a Nyíregyházi Egyetem ifjú titánja Tó Tibor, és egy bronzérmet szerzett még Orsó János fidemester is, Varga Péternek pedig egy arany, egy bajnoki cím és egy ezüstérem jutott. Emellett az új évben folytatódtak a megyei egyéni, bocsánat, a megyei csapatbajnokság küzdelmei. A forduló előtt vezetett az NVSC második vonala, és őt követte a Nyíregyházi Egyetem második csapata, megyén két legjobb csapata az egyetem és az NVSC, mint egy külön harcot vív a megyei csapatbajnokságban. Teszik ezt azért is, mert ugye a megyei bajnoki cím nagyon becses, más részről a 2018-19-es bajnoki évben a Nyíregyházi Egyetem második csapata magasan utcahosszal nyert a megyei, egyéni, a megyei csapatbajnokságot, és a, a második-harmadik helyen holt verseny alakult ki a Dávid és az NVSC második csapata között, és a holt versenyt eldöntő tényezők a Dávidnak kedveztek, így az NVSC második vonala csupán a bronzéremhez jutott hozzá. Az NVSC nagyon felszívta magát ezen, és igyekezett megszerezni a bajnoki címet. Nos, a 2020. januárjában vívott ötödik fordulóban a Nyíregyházi Egyetem második csapata a Dáviddal mérkőzött meg. A Dávid, amelyik tavaly ugye ezüstérmes volt, igyekezett heves ellenállást kifejteni az egyetemistákkal szemben, de nem jutott túlságosan sokra, hiszen a Nyíregyházi Egyetem pompás győzelmet aratott, hét és fél, kettő és fél arányban győzte le 10 táblán a tavaly ezüstérmes Dávid csapatát, igazolta ezzel az egyetem csapatá a saját klasszisát. Az NVSC második csapata vajára látogatott, arra vajára, amely korábban ö, gyengélkedett ugyan, viszont néhány idegen légióssal megerősítve a vajai csapat igen-igen heves ellenállást tud tanúsítani minden. Ö, csapattal szemben. Az éltáblán a két debreceni vendégjátékos, illetve a harmadik táblán egy nyíregyházi játékos igencsak szedegette a pontokat, és tolták hátréba az egyébként jó játékos, jó sakkozó vajaiakat. Nos, az NVSC nem ismert kegyelmet, 9,5 fél arányban tudta legyőzni a vajai csapatot, csupán a vajaiak egy annyira nem ismert, de rendkívül stabil, jó játékos, a Ferenci József tudott elérni döntetlent az NVSC-vel szemben. Az NVSC a többi kilenc partit megnyerte. Ezzel az NVSC 7,5 pontra növelte előnyét a bajnokságban, ami eldőlni látszik, hiszen az NVSC már játszotta valamennyi erősebb csapattal, játszotta és megverte az egyetemisták második csapatát, játszotta Dáviddal és őket is megverte, játszotta Kisvárdával és őket is megverte, a hátá ellenfelek már viszonylag könnyebbek, tehát az NVSC csapata borítékolhatja a csapatbajnoki győzelmét, és ezzel a, az NVSC második vonala is minden bizonyal az nb 2 be fog jutni. Ez azért is lehetséges, mert ha az NVSC első csapata megnyeri az MB2-t, akkor jogot szerez arra, hogy az NB1B-ben induljon, és képviselje Nyíregyházának a saksportját, a kisebbik csapata pedig az nb 2 be beugrik a helyébe. De hát ne vágjunk az események Elébe még egy mérkőzés lebonyolítására került sor. A kisvárda mérkőzött meg a fehérgyarmattal, azzal a fehérgyarmattal, amelyik korábban aktív erősségeit aktivizálni tudta, és ezek a fehérgyarmattól elszármazó sakkozók, igen sokat tudtak lendíteni a fehérgyarmati csapaton. A Kisvárda egy olyan ö, csapat, amelyiknek sok játékosa az MB2-ben is játszik, rutinos régi játékosokról van szó, fehérgyarmattal azonban ezúttal nem bírtak, 6-4-re a fehérgyarmatiak diadalmaskodtak. A megyei csapatbajnokságban játszik még Balkány is és a Nyíregyház Egyetem harmadik csapata is, mérkőzésüket el kellett halasztani különféle okok miatt ö, egyéni versenyeken való nevezés és ö, egyéb problémák miatt. A későbbiekben kerül sor ennek a pótlására. Minden esetre, jelen pillanatban a nyiregyházi, Vasuta Spartakusz, tehát az NVSC vezeti a megyei bajnokságot, 5 mérkőzésből 40 pontot szereztek, tehát 8-2-es átlagos győzelemmel haladnak, mögöttük 32 is fél ponttal második helyen áll a Nyíregyházi Egyetem, és harmadik helyen áll 24 és fél ponttal a Dávid SC, de ők még csak négy mérkőzést játszottak le, tehát növekedni fog a pontjaiknak a száma, ha nem is biztos, hogy le tudják taszítani a második helyről az egyetemistákat. És ezek után szeretném a kedves nézőket sok partikkal szórakoztatni, lehetőleg olyan partikat szoktam választani, amelyek el, a sak elveket lehet ismételni, és meg lehet érteni a legjobb sakkozóknak a gondolkodását. Egy olyan partit szeretnék bemutatni most a kedves nézőknek, amelyek, amelyet az MB2 ö, tavaly decemberi ö, fordulójában játszottak. Az NVSC játékosa Baloga Mihály vezette a sötét figurákat, a világos figurákat pedig a karcagiak első osztályú minősítésű játékosa játszotta. Kedves nézőink, 2019. december 15-én járunk, a Nyíregyházi Kontinentál Aréna klimatizált versenytermében vagyunk. Nagyon fontos volt, hogy a versenyterem decemberben is klimatizált, ugyanis a kinti tél ellenére oda nagyon forró helyzet alakult ki, a karcagi és a nyíregyházi csapat keményen összecsapott. A a mérkőzésről annyit kell, hogy elmondjak, hogy az ellenfél első táblása egy nagymester erejű román nemzetközi mester, Árdeleán György Katalin, aki, aki tudomásom szerint a román ifjúsági válogatott főedzője is, egy rendkívüli tudású nagymester. A mérkőzést megelőzően ö, én, mint csapatkapitány kiosztottam a játékosoknak az NVSC-s logós. Ö, pólót, egyenpólót, amit a játékosok döntő többsége fel is húzott magára még a mérkőzések elején. Az első két táblán játszó nemzetközi mesterünk nem vette csupán magára a pólót. Nos, a póló meglehetősen varázserejű lehet, hiszen aki magára húzta a pólót, a 12 játékosból 10 játékos, azok mind győztesen álltak fel az asztaltól. Két nemzetközi mesterünknek meg kellett elégednie a döntetlennel, Viccesen mondva, mivel nem vették magukra a pólót. A varázserejű póló tehát meghozta a 11-1 arányú nvsc és győzelmet karácsonyt megelőzően. Viccet félretéve, a mérkőzés hetedik tábláján kialakult lejátszott partit szeretném a kedves nézőknek bemutatni amelyben az NVSC játékos, a baloga Mihály vezette a sötét figurákat, a világos figurákat pedig a Karcagi Sebők István első osztályú minősítéssel rendelkező játékos. Sebők N4-gyel kezdte a partit, ő királygyalog megnyitásokat játszik, amire baloga előtte válaszolt, Ebből ö, számtalan ö, megnyitás kialakulhat, például gyalog F2 F4-gel kialakulhatna az úgynevezett királysal ami észvesztő bonyodalmakhoz vezethetne, egy szolidabb fejlődést ö, választott István, futó C4, amire Huszár C6-tal válaszolt az NVSC fiatal mesterjelöltje. Huszár F3 és futó C5, következett, majdnem szimmetrikus játék, és itt Sebők István azt bizonyította, hogy nem retten meg a viszonylag ritkább változatoktól, B4 gyalogáldozatot húzta. B4. Most itt, ha egy kicsit megállunk és elgondolkodunk, hogy ugyan milyen megnyitás is lehet ez, akkor egy 1800-as évekbeli brit hajós kapitány Evans ö, neve jut az eszünkbe. Az 1800-as években egy hajós kapitány, ugye akkor a hajós egy igen magas társadalmi rang volt, egy brit hajós kapitány, bizonyos Evans, amellett, hogy polgári foglalkozását illetően egy tekintélyes hajós kapitány volt, a világ egyik legerősebb sakkozója volt, és kitalált egy új megnyitást. Ennek a megításnak az eszméje az, hogy ezzel a B4 gyalogáldozattal felgyorsítja világosnak a fejlődését, centrum ér el, és a centrum fölény birtokában támadó terveket szövöget. Az 1800-as években a sak még a romantikus korát élte, sokkal több többet áldoztak a játékosok, mint mondjuk a 20. században. A 19. században még nem volt annyira kidolgozva a megnyitás elmélet, az úgynevezett teória kisasszony, ahogy a későbbi világbajnok dr. Ajehin nevezte, és sokkal nagyobb lehetősége is tere volt az alkotó fantáziának. Nos, B4-et húzott, természetesen futóüt B4, ezt a gyalogot le kell ütni, és az elmélet folytatása C3. Itt a, a főbb változat talán a futó C5-re való visszakozása, majd ugye a D4 meghúzására kerül sor, de vannak hívei egy másik változatnak, a futó A5-nek is. Ha jól emlékszem, ez a, ez a változat vagy rendszer, amit említettem, ez előfordult a 90-es évek közepén két akkori világbajnok, Gari Kasparov és az indiai Vishwanathan Anand partijaiban is. Minden esetre a futó A5 nek is megvoltak a hívei, Magyarország részéről például a, az igen nagy világklasszis Almási Zoltán részéről Baloga ebben a partiban a futó A5 változatot részesítette előnyben, tehát a futóval A5-re lépett. Itt D4 következett és Baluga valamilyen ö, oknál fogva kisé eltért a, a divatos folytatásoktól, nem ütött be, és nem egyebet ö, tett, mint egy stabil D6-ot lépett, gyalog D6-ot, ami viszonylag ismeretlenebb folytatás, valószínűsítem, hogy, hogy Sebők úrnak a a megnyitási felkészültségét igyekezett ezzel a ritka ö, változatba terelő lépéssel elkerülni. Mindenesetre ez a D6 egy, egy stabil játékot ad. Tehát ugye D6 következett, amire világos, rövidre sáncolt. Nézzük meg, hogy világosnak egy erős gyalogcentruma van, térelőnye van az áldozott gyalogért, és ö, és rövidesen akcióba kezd, tehát sötétnek hatásos ellen ö, lépéseket kell tennie annak megelőzése érdekében, hogy a fejlődés illetve térelőnyét világos kihasználhassa. Egy ö, érdekes lépést tett ö, Baloga, futó G4, ami egy kötést hozott létre, azonban azonban ö, világosnak rendelkezésre állott egy kettős támadás biztosító lépés, vezér B3. Ez a lépés rámutat arra, hogy ütésben van a B7 gyalog, ütésben van az F7 gyalog, következett futóüt F3, és nem ütött vissza automatikusan világos egyébként helyesen, a legjobb lépés itt a futóüt F7 sakk tehát mondhatjuk azt is, hogy helyreállítja az anyagi egyensúlyt világos, ezzel a futósakkal kimozdítja a sötét királyt a helyéből, és Balogának király F8-at célszerű lépnie. Kényszerítő erejű folytatás következik, hiszen most, ha világos beüt a futójával a sötét lóra, akkor ezzel ellen tenni kell valamit, mivel vezér, F6, vezér F7 mat fenyeget, tehát tehát futóüt G8, leütötte a lovat, a bástyával vissza kell ütni, hiszen ha más nem tenne, akkor vezér, vezér f mattot jelenthetne be, világos. Tehát bástyaüt G8 lépés kötelező, és most az anyagi egyensúlyt helyre kell állítani, gyalogüt F3. Most meg kell akadályozni, hogy Világos beüthessen a vezérével B7-re, futó B6, ajánlatos lépés, futó B6. És akkor most álljunk meg egy percre, vonjunk egy kis egyenleget az állásból. Világos, aki az Evans cselt akarta megjátszani, ö, tulajdonképpen helyreállította az anyagi egyensúlyt, visszanyerte a gyalogot, viszont ha megnézzük a fejlődés, Tényezőit, akkor azt mondhatjuk, hogy világos elsáncolt, állásában van egy kettős gyalog, van egy szép gyalogcentrum, viszont a tisztjei az alapsoron vesztegelnek. Sötét állását nagyon általánosan, nagyon ö, egyszerűen ér, ö, értékelve azt mondhatjuk, hogy két könnyű tisztje kifejlődött, a királya ö, kimozdult, és a centrumban igyekszik stabilan, kisé térhátrányosan, de tartani az állást. Tehát van egy kis fejlődési előnye, és... Ha megnézzük a konkrét támadási lehetőségeket, akkor azt látjuk, hogy nem is nagyon van világosnak effektív támadási lehetősége. Nos, világos igyekezett tisztázni az állást, D5, ami egy nagyon értelmes lépés, arra is tekintette, hogy sötét mezejű futók maradtak a táblán, tehát világos, hogy a D5, E4, F3 gyalog alakulatával az esetleges végjáték lehetőségeit számolgatva rögzítette sötét C7, D6, E5 gyalogjait sötét, azaz a futó színén maradó mezőkön, és elmozdította a huszárt is. Ezek után már adott a lehetőség, hogy, hogy világos akár a vezérszányon is igyekezhet a térelőnyből előnykovácsolni, sötét pedig a, ve, a király juthat esetleg támadáshoz. Máskülönben Baloga Huszár A5-öt lépett, ami egy nagyon jó lépés. Ez a lépés ugyanis biztosítja bizonyos mértékben a, a, vezérszárnyat, tehát nincs abban a helyzetben világos, hogy jól tudjon előre nyomulni a a C illetőleg tempót kell vesztenie, lépnie kell a világos vezérrel, és nagyon nehéz felvonulnia támadásra a világos figuráknak. Vezér D1 következett, amire, ugye, a világos például a vezérszárnyon szeretne kezdeményezni, sötét ott már viszonylag ö, ö, rendezte a sorokat, és támadásba lendülhet a királyállás ellen. Baloga Misi vezér h 4 -jel jelentette be, hogy tiszteletét szeretné tenni a világos királynál, vezér H4, és erre következett futó E3. Futó E3... Ha világos leadná a sötét mezejű futót, akkor ugye az F2 gyaloggal ütne vissza világos, és akkor Bástya F2-vel már a második soron is védekezhetne a király elleni támadás ellen, de nem addig az, nem kell azt leütni, hanem egy sokkal fontosabb a támadó lépés, G5. A G5 lépés ugye azért tette sötét, mivel G5 g 4 szeretne vonalat nyitni a G8-on álló sötét bástyának, tehát következett futó üt B6, C7 üt B6, esetlegesen ugye a sötét A8 bástyának nyílhat a C vonal, huszár D2, sejtett már rosszat világos, és király E7. Ez a király E7 megteremti az összhangot, a két sötét bástya között az alapsoron, következett király G2, és itt már látható, hogy sötétnek nagyon nagy támadása van. G4 következett, gyalogüt G4, bástyaüt G4, és itt már nagyon nehéz tanácsot adni, hogy merre surranhatna el a király. A az F3 mezőt lehetne még esetleg talán-talán javasolni, de egy szörnyű királyvándolásra kényszerülne ebben az esetben sötét király és sötét lassú tűzön pirítaná meg a világos figurákat, hiszen következhetne arra például Bástja F4, majd kaszírozható esetleg még a, az, a H2 gyalog is. Világos abban bízott, hogy kitartja a királya elleni támadást, ezért király H1-et lépett. Erre következett Bástya AG8, és most nézzük meg az állást. Bástya AG8 után a világos király kisé magányos, sötét eltávolította a világos tiszteket a király mellől, és minden nehéz tisztjével a magát magányosan érző világos királyt ö, ö, támadja. Huszár f 6 tűnik egy védekező lépésnek, Huszár f 3 mert támadja a sötét vezért, és védi egyúttal a H2 mezőt is, mint egy áldozatul dobva a zenét gyalogot. Itt azonban nyilván a kedves nézők is jól látják a párlépéses matkombinációt. kombinációt. Sötét egy elegáns vezér H4-H3 lépéssel kimenti a huszár ütő ütőköréből a vezérét, vezér H3. És itt ö, látva az elháríthatatlan fenyegetéseket, világos kezet nyújtott megadása jeléül. Mat fenyeget ugyanis G2-n, és ha például ez ellen bástya FG1-el kívánna védekezni világos, akkor bástya őt G1, vezérő G1, majd vezérült F3 következik. Ha huszára ütne vissza G1, akkor pedig vezér G2 mattot jelenthetné be sötét, tehát világos a teljesen vesztett állást joggal adta fel. Remélem tetszett a kedves nézőknek a kiütéses győzelem, egy egyhasábos partinak nevezzük, ugyanis a játszmalapokon jellemzően egy hasába 40 lépés beírása fér, és pont a 20. lépés megtétele után jelentette be világos, hogy a 21. lépést már nem kívánja megtenni. Az elsőprő győzelem után el kell, hogy búcsúzzak a kedves nézőktől, ugyanis elfogyott az idő. Köszönöm a figyelmüket, remélem jól szórakoztak, viszontlátásra!